Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Most szeretnék egy, tehát olyan helyzetben vannak ugye az emberek, hogy nagyon sok beteg ember van most Magyarországon, illetve keresztények között is, és szeretnék arról beszélni nektek, hogy hát a betegek meg tudnak gyógyulni Isten által, hit által, és a hitünket is, tehát a vitaminok, gyógyszerek, meg orvosi segítség mellett is, vagy tehát Isten be tud avatkozni az emberek életébe, és szeretnék ezzel kapcsolatban beszélni nektek, és megerősíteni benneteket, hogy higgyetek Isten igéjében, mert Isten a beszédében és a beszéde által ki tudja árasztani a gyógyító kenetét az életetekbe, az életünkbe. És én amiről szeretnék beszélni, igazából a T.L. Osborne-nak a Betegek meggyógyulnak című könyvében vannak leírva bizonyos igék, gondolatok, és ezeket is szeretném használni. Ugye a T.L. Osborne-nak a könyvét ajánlom nektek, hogy ez a Betegek meggyógyulnak, ez a Patmos Records kiadónál lehet kapni ezt a könyvet, meg lehet rendelni interneten, és akkor tanulmányozni is lehet. Tehát ne úgy olvasd ezt a könyvet, hogy mint egy könyvet, hogy gyorsan legyünk túl rajta, hanem inkább emészteni kell, hogy beépüljön az Isten igének a valósága az embernek az életébe. De kezdjünk is neki ennek a tanulmányozásnak, hogy a betegek, aki beteg, azt Isten meg tudja gyógyítani, és képes rá Isten, hogy meggyógyítsa a beteg embereket. Az első igét, amiről szeretnék nektek beszélni, a 107. Zsoltárban van, a 20. verszakban. Azt mondja itt Istennek a beszéde, hogy kibocsájtotta az ő szavát Isten, és meggyógyította őket. És kiment, azt mondja, kimentette őket az ő vermeikből. Tehát Isten, amikor kibocsájtja a szavát, akkor Isten igéjében benne van az az erő, és az a szabadító hatalom, az a gyógyító erő, amivel az ember meg tud gyógyulni, és a testében az ige hallása által ugye bekerül a hallgatás az elméjébe, belekerül az információ, viszont az igének a tartalma és valósága az viszont bekerül az embernek a szívébe, életébe, lényébe, és ezért nekünk úgy kell hallgatni Isten igét, hogy nem csak egy információ, hogy milyen logikus okfejtések vannak az igébe, hanem úgy kell hallgatnunk Isten igét, hogy az igében levő szellem, és az igében levő, tehát Isten szavában, Isten beszédében levő erő, és Isten beszédében, szavában levő szellem és élet, az bejöjjön a mi szellemünkbe, a mi életünkbe, a mi testünkbe, a mi lelkünkbe, és tudjon dolgozni bennünk. Tehát Jézus Krisztus is azt mondta, hogy az ő szavában szellem van, és élet van. Ugye János evangéliumában van ez leírva. Tehát Istennek a beszéde tartalmaz életet, és tartalmaz szellemet. A mi beszédünk sokszor csak okoskodás, vagy sokszor emberi fogalmakat összerakunk, és akkor mondom, ilyen pszichikai vagy logikus okfejtésbe megyünk benne, de az nem az az erő, és nem az a szellem, és nem az a valóság, ami Isten igéjében van benne. Itt, amikor azt olvassuk a 20. verszakban, hogy Isten kibocsájtotta a szavát, és meggyógyította őket. Tehát ez azt jelenti, hogy múlt időben van, hogy Isten már kibocsájtotta a szavát, és már ők, akik betegek, meg tudnak gyógyulni. És azt mondja, meggyógyultak. Nézzük meg, hogy milyen szöveg összefüggésben van ez az ige.
a 17. verszaktól kezdődik itt, azt mondja, hogy a balgatagok az ő gonoszságuknak útjáért és az ő hamisságukért nyomorgattattak. Tehát van olyan, hogy az ember a saját önön hibája miatt kerül rossz helyzetbe, vagy betegszik meg, rossz döntést hoz, rossz dolgok történnek, ugye a saját útjáért, életviteléért történnek dolgok az embernek az életébe. Van, hogy a saját hamisságukért nyomorgattatnak, de nézzétek ide, hogy Isten nem azt mondja, hogy akkor úgy kell neked, hanem Isten azt mondja, hogy nézzük meg, hogyan avatkozik be. Azt mondja a 18. verszak, minden étket utált az ő lelkük, és a halál kapujához közeledtek. Tehát az ember elront, ezek az emberek, akikről szól a Zsoltáros, elrontották az élet, tehát döntésüket, rosszul csináltak dolgokat, és megbetegedtek. És azt mondja, hogy az étket utálta a testük, tehát a lelkük, nem tudtak enni. Egy beteg ember nem tud enni. És utána azt mondja, a halál kapujához közeledtek. És nézzétek meg, de az Úrhoz kiáltottak. Halljátok, van olyan Istenünk, olyan Istenünk van nekünk, hogyha még el is rontottunk dolgokat, de ha őhozzá kiáltunk a szorultságunkban, azt mondja Isten igéje, hogy a mi Istenünk megtart és megment bennünket, és azt mondja, hogy az Úrhoz kiáltottak szorultságukban, és sanyarúságukból kiszabadította őket. Tehát nem azt mondta Isten, hogy úgy kell nektek, rosszul döntöttetek, gonoszságotok útjáért vagytok ebben a helyzetben, vagy az, hogy a hamisságotokért nyomorogtatok, hanem nézzétek meg, ami Istenünk, az meg akar szabadítani bennünket a betegségből. Ki akar hozni bennünket a betegségből, akármilyen betegségbe is estünk bele, vagy esünk bele, vagy amit tapasztalunk most az életünkben, akár gyulladások, COVID-fertőzés, vagy másfajta betegségek, ízületi csontbetegségek. Azt mondja itt Isten igéje, hogy ha kiáltunk hozzá a sanyarúságunkból, megszabadít bennünket. És erre mondta azt, hogy nézzétek meg, hogy szabadít meg. Úgyhogy kibocsájtotta az ő beszédét. Isten kiküldi az ő beszédét. Ő mindig a beszéde által szabadít meg, és a beszéde által cselekszik. A szavát küldi ki Isten, a beszédét küldi ki Isten, hogy elvégezze az Isten beszéde, azokat a dolgokat, amiket Isten kiküld arra a helyre, amit el akar végezni egy ember életébe. Ha gyógyítani akar Isten, akkor kiküldi a gyógyulást, a szavát, és azon keresztül gyógyít meg. És ez a szó, azt mondja Ézsaiás proféta, hogy nem tér vissza hozzá üresen, hanem megcselekszi azt, amiért ki van küldve. Tehát ezért nagyon fontos az Istennek a beszédét tanulmányozni, Isten beszédét olvasni, Isten beszédét hallgatni, és Isten beszédének alárendelni az életünket, a cselekedeteinket, döntéseinket, életvitelünket, hogy ne jöjjön létre akadály az Isten beszédének a munkája, és a mi testünk, lelkünk, életünk, sorsunk között. Tehát ne legyen akadály ebben. Itt azt mondja Isten igéje, kibocsájtotta, ő meg akar gyógyítani, akármilyen betegségben vagy most benne. Isten ki akar ebből hozni, és úgy hoz ki ebből, hogy a beszédét hallgasd, a beszédét kiküldi, a beszédét odaküldi hozzád, a beszédét te fogadd be az életedbe, és akármibe vagy benne, még a saját önhibád miatt is vagy abban benne, ami könyörülő Istenünk, ami irgalmas Istenünk, ami kegyelmes Istenünk, megszabadít bennünket, ha kiáltunk ő hozzá. És őt erre kérjük. A római levélben Pál apostol az első fejezetben azt mondja, azt írja,
nekünk, és azt írja a rómaiaknak, illetve nekünk is a 20. mindjárt mondom, 15. verszaktól, azt mondja, azért, ami rajtam áll, mondja Pál apostol, azt mondja, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Tehát Pál apostol azt mondja, elmegyek hozzátok, és már most készen állok, most tűkön ülök, hogy eljussak hozzátok, és kész vagyok arra, hogy az evangéliumot elmondjam nektek, ne csak elmondjam, hanem azt mondja, hirdessem. Tehát az evangélium egy kihirdetés. Az Isten igéjének a kiküldése, Isten igéjének a kihirdetéséből áll. És azt mondja, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek, figyeljetek, ereje. Tehát azt mondja ugye Károli, hogy hatalmaz, de az eredetiben dynamis van, ami azt jelenti, hogy Isten ereje, csodatevő ereje. Olyan ereje, ami csodát vált ki az emberben, az embernek az életében, az embernek a testében. Tehát azt mondja, hogy Istennek ereje, vagy csodatevő ereje az evangélium. Ezért nagyon fontos olvasni az evangéliumot. Azt mondja, csodatevő ereje minden hívőnek. Tehát minden hívőnek az üdvösségére, de ugye tudjuk, hogy itt az a szó az azt is jelenti, hogy szabadulására. Tehát minden hívőnek szabadulására, zsidónak először, meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban, tehát az evangéliumban, hitből hitbe. Miképpen megvan írva, az igaz ember hitből él. Tehát miről van szó? Azt mondja Pál apostol, hogy emberek, az evangéliumban, amit Isten adott nekünk, ami megjelent Jézus Krisztus által ezen a földön, a mennyből lett leküldve, Jézus Krisztusban megjelent ez az evangélium, és ebben az evangéliumban, üzenetben, örömhírben csodatevő erő van benne. Ez az első, amit meg kell, hogy lássunk. Az evangélium tartalmazza Isten csodatevő erejét. A második, azt mondja itt Pál apostol, hogy ez az erő, ez a csodákat felszabadító erő, ez a szabadulásokat felszabadító erő, ez a gyógyításokat felszabadító erő, azt mondja, ez minden hívőnek a szabadítására van. Tehát ha te megtértél, hiszel Istenben, oda szántad az életedet, hogy Jézus Krisztus tanítványa legyél, tehát nem egy egoista életet él az ember, és nem egy olyan, hogy most itt is vagyok, ott is vagyok, hanem azt mondja Pál apostol, hogy minden hívőnek a szabadítására benne van az erő az evangéliumban, hogy csoda történjen most is az életedben. Hogy akármilyen betegségben van, vagy most, ez a csodatevő erő, ahogy hallgatod az Isten igéjét, beszédét, szavát, ez az erő behatoljon az életedbe, a testedbe, és ez az erő megszabadítson téged betegségektől, a sátán munkáitól, lerombolja az Isten fia, az Isten beszéde által az életedben a betegségeket, akármilyen betegségekbe vagy benne. Isten kiküldi a szavát, és meggyógyít téged. Igazából már meggyógyított, de erről most még nem akarok beszélni, hanem azt kell látnod, amit Pál apostol a harmadik dolgot mond itt a római levélben, hogy ez a csodatevő erő és ez a szabadulás a hívőnek az életébe, azt mondja Pál apostol, hogy ez hitből hitbe megy, tehát nekem hitből kell, vagy akik prédikálnak, nekik hitből kell elmondani, viszont aki hallgatja, annak viszont hittel kell hallgatnia. A hit az nem azt jelenti, hogy most kitaláltam egy mesét,
És ezt elmondom neked, és te pedig higgyél egy olyan mesébe, ami nem is működik. A hit az Isten igéjének a hallgatásából jön létre. Az Isten igéjében levő kinyilatkoztatott dolgok, létező, már most levő dolgok, létező dolgok, amiket nem látunk, nem tapasztalunk, nem érzékelünk, a fizikai képességeinkkel nem tudjuk felfogni, a lelki képességeinkkel nem tudjuk felfogni, de ezek létező, valóságos dolgok, amik már most léteznek, ennek nem kell létrejönnie valamikor, ezt már Isten létrehozta, például a gyógyulást, a szabadulást, és a hit az azt jelenti, hogy átveszem, átadom, tehát a prédikátornak megtelik a szíve a hitnek a dolgaival, ezt átadja beszéd által, és az, aki hallgatja pedig, átveszi ezeket a dolgokat, tehát konkrét dolgokat átveszi. Tehát erről beszél itt Pál apostol, hogy ez az igazsága Istennek, hogy a csodatevő ereje benne van az evangéliumban, és az evangélium által át tud jönni a hívőnek az életébe, úgy, hogy megszabadítja bármilyen kötelékbe, betegségben van benne, mert Isten nem azt nézi, hogy mondjuk az orvos kiállított egy olyan papírt, hogy ez mondjuk gyógyíthatatlan, vagy az állapotod nem lehet változtatni. Igen, ez igaz emberi képességekre és emberi tudományra. Isten nem azt fogja mondani, hogy bocs, a te orvosod azt mondta, hogy ezt nem lehet meggyógyítani, akkor én sem tudom. Hanem Isten, ő benne a képessége nagyobb, mint embereknek a képessége. Isten tudománya nagyobb, mint az emberek tudománya. És Isten a hit és az Isten igéje által viszont be tudja hozni az életünkbe, és fel tudja szabadítani az életünkbe azt a csodatevő erőt, ami alkalmas arra, hogy amivel most küzdesz, vagy a szervezeted, a tested, a szerveid most küzdenek, hogy egészséges legyen, Istennek az ereje képes behatolni azokba a területekbe, és megszabadítani téged. Neked egy dolgod van ebben, hogy először is a gondolkozásmódunkat változtassuk meg, hogy nem kétesélyes dolgokról van szó a hit világában, Isten világában, hanem ez tuti biztos megtörténik. Ehhez a gondolatainkat meg kell újítanunk, az elménket meg kell újítanunk, mert sok hitetlenség, kételkedés jön be az embernek az elméjébe, félelmek az érzelmeiben, a szívében, az elméjében, és ezek akadályozni tudják a hitnek a dolgait az ember életében. Ezért Isten azt várja tőlünk, hogy hajoljunk oda az ő beszédéhez, figyeljünk az ő beszédére, és újítsuk meg az elménket, és gondolkodjunk úgy, ahogy Isten gondolkodik, és gondolkodjunk úgy, ahogy Isten igéje állítja a valóságról, hogy mi a helyzet. És innentől kezdve ugye ez azért fontos, mert fogják támadni az embert a testéből, érezni fog tüneteket, meg különböző dolgokat, de viszont stabilan a hitben tud megmaradni, mert az igaz ember hitből él, a hite életet tud adni az embernek. Ugye a hit azért is nagyon fontos, mert nézzétek meg, hogy egy nagy ószövetségi előkép a részkígyónak a példája Izrael fiainak az életébe, hogy ugye megmarták az embereket a kígyók, a mérges kígyók, és belehaltak emberek abba a méreganyagba, amit a mérges kígyók a harapásuk vagy a marásuk által befecskendeztek az ember testébe, és az a méreganyag felszívódott az ember testébe,
és elkezdett halálos dolgokat létrehozni, hát a halálba vitte azt az embert, az a méreganyag. És figyeljetek ide, hogy amikor Mózes felállította az érckígyót a pusztában Izrael fiainak egy póznára, hogy mindenki lássa, akkor azt mondta Isten, hogy innentől kezdve, aki leveszi a tekintetét a mérges kígyók harapásáról, a tünetekről, és ránéz az érckígyóra, és azt nézi, és azt figyeli, az meg fog gyógyulni. Nézzétek meg, hogy így emberileg, tehát most csak természetes ésszel belegondolva, azt mondod, hogy ez hülyeség. Hát ott van egy igazi kígyó, mérges kígyó, befecskendezi a mérgét az emberbe. Hát az hülyeség, hogy valamire nézek, és attól nem fog meghalni az ember. Tehát ez képtelenség, tehát ez fizikai, tehát ésszel azt mondod, hogy ez ilyen nem történhet meg. De megtörténik, mert Isten igéje az több, mert Isten azt mondta a beszédével, hogy aki ránéz arra az érckígyóra, az megmarad, az életben fog maradni. És nézzétek meg, hogy az Isten igéje és a figyelem az érckígyóra, ez a kettőnek a hatása, ez volt az ember felelőssége. Isten oldaláról kiküldte a beszédét, és azt mondta, kiküldte a szavát, és azt mondta, hogy életben fog maradni, aki figyeli az érckígyót. Az ember részéről viszont neki meg kellett tennie azt, hogy néznie kellett az érckígyót, le kellett vennie a tünetekről a figyelmét, le kellett vennie a fájdalmakról a figyelmét, és rá kellett koncentrálni, most így mondom, hogy a kígyóra, az érckígyóra, hogy ott messze a póznán, ott van egy részkígyó, és azt kell nekem figyelni. És figyeljetek, ez a kettő, amikor találkozott az Isten igéje, és az embernek ez a figyelme, akkor nézzétek meg, hogy ugyanazok a kígyók, ugyanazok a mérgek, halálos méreg, mégsem úgy hatott az ember fizikai testére. Valahogy az Isten igéjébe vetett hit, és ahogy figyelték a hitből azt a részkígyót, valahogy a fizikai testükben a méreg nem úgy működött, mint előtte. És olvassuk is, hogy nem is haltak meg. Én nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de én hiszek az Isten igéjének, és hiszek az Isten beszédében, és hiszem, hogy ez tényleg így történt meg, és vannak csodák, és vannak olyan dolgok, amiket nem értenek az emberek, mert általában ilyen, így, nem így szokott történni az ilyen esetek, hanem belehalnak az emberek, de mégis az Isten igéje azt mondja, hogy másképp tud működni, és másképp tud végződni egy betegség, és pláne hívőknek az életébe, másképp tud végződni a bizonyos dolgok, azért, mert az új szövetségben az Isten népének megvan az érckígyója. Jézus Krisztus arról beszélt Nikodémusznak, a János evangéliumának a 3. fejezetében, hogy az ember fiának így kell felemeltetnie, ahogy Mózes felemelte, ugyanúgy kell felemeltetnie az ember fiának, ahogy Mózes felemelte a részkígyót. És emberek, ha a részkígyó nézéséből, egy tárgynak a nézéséből, az Isten igéje, hogy összekapcsolta a tárgy figyelését a gyógyulással, akkor nekünk az Isten fia, aki felemeltetett, és 2000 évvel ezelőtt a kereszten függött, és ott a póznán, tehát most így mondom idézőjelben, hogy neki is megvolt a póznája, a golgotai kereszt, hogyha ő felemeltetett, akkor ne tudna ez működni az életünkbe? Bármilyen betegség, bármilyen rendellenesség, bármilyen fájdalomra tudhatni Jézus Krisztus, csak figyeljünk rá, és ezért mondtam, hogy változtassuk meg a gondolkozás módunkat,
Mert ilyenkor nem biztos, hogy arról van szó, hogy jaj, de fáj, és arra kell nézni. Mert ebbe belehaltak volna Izrael fiai is, amikor ott a pusztában megmarta a kígyó. És akármilyen marás van most az életedben, akármilyen kígyók, betegségek, vagy átkok, vagy démonok, vagy bármilyen helyzetbe is kerültél, bármilyen tünetek vannak a testedben, bármilyen betegség jelent meg és diagnosztizált az orvos, tudd meg, hogy van neked egy érckígyód, 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus felemeltetett, és az Isten igéje által figyeljünk rá, az Isten igéje szól, az Isten igéje egy képet ad Jézusról, és mi a figyelmünket erre tegyük rá, és ne arra, hogy mit tapasztalunk. Tehát nagyon fontos, hogy tehát itt, amit mondott Pál apostol is, hogy az Isten igéjében van benne, hogy az a csodatevő erő. Hogy Isten igéjének, ha hiszünk, akkor csodatevő erő szabadul fel, akár most is a testedben, és csodát tud tenni, még úgy is, hogy tehát mondom, olyan betegség, olyan tünetek vannak az életedben, amit az orvosok is azt mondják, hogy mondjuk nem tudnak mit csinálni. Az Isten igéjében benne van az a tartalom, az a valóság, az az erő, ami tudhatni a testünkre, és meg tudja változtatni a testünknek a működését, a hibás működését, rendellenes működését, ugye, mert igazából ez a betegség, hogy a testünk szervei másképp működik, nem normálisan működik, rendellenesen működik, és ugye ebbe segítenek az orvosok is, hogy rendesen működjenek, vagy kiküszöböljék a rendellenességet az ember testéből, de nekünk tudnunk kell azt is, hogy az Isten igéje is segít abba, hogy rendesen működjön az embernek a szervezete és teste. Nézzétek meg a példabeszédek könyvét, a 4. fejezetben azt mondja itt Salamon, és rajta keresztül Isten igéje, azt mondja a 20. verszakban, fiam, az én, látod, fiam, látod, a hívők azok Isten gyermekei. És most megszólít bennünket az ige, megszólít bennünket Isten, és az ő gyermekeinek azt mondja, hogy fiam, az én szavaimra, elnézést, nem Salamon, hanem Dávid, ahogy tanította Salamont, ugye Isten, meg Isten szelleme szólt Dávidon keresztül, és azt mondja, hogy az én szavaimra figyelj. Látod? Azt mondja Isten igéje, hogy figyel a figyelmedet, Isten szavaira helyezd rá. Tehát nem csak, meg kell tehát nem csak a tévét kell figyelni, nem csak a híreket kell figyelni, nem csak a különböző dolgokat kell figyelni. Elsődlegesen nekünk meg kell tanulnunk figyelnünk az Isten igéjére. Meg kell tanulnunk időt adni az Isten igéjére. Amikor Filipp evangélista elment Szamaria városába, és ott nagyon sok démonizált ember volt, és nagyon sok beteg ember volt, akkor azt olvassuk, hogy hirdette a Krisztust, tehát az evangéliumot hirdette Filipp. És azt olvassuk, hogy a Szamaria beli emberek azt mondja, figyeltek egy szívvel, egy lélekkel, figyeltek arra, amit Filipp evangélista mondott nekik. És nézzétek, mi történt? Azt mondja, hogy elkezdtek jelek történni. Elkezdtek csodák történni. Elkezdtek gyógyulások történni. Elkezdtek szabadulások történni. Tehát a gyógyító erő Istentől, a csodatevő erő, a dünamisz erő, az megnyilvánult Szamaria városában azoknak az életébe, akik
figyelni tudtak az igére. És ahogy figyelsz az igére, leveszed a figyelmedet, lehet, hogy most is vannak fájdalmaid, vannak tünetek a testedben. Lehet, hogy most is benne vagy egy olyan helyzetben, hogy a figyelmedben mindig elő a gondolatok által, az érzelmek által, a félelmek által, bizonytalanság által, a kételj, meg ilyen dolgok, kételket előhoz ilyeneket. De amikor Isten igéjét hallod, akkor figyelj az Isten igéjére, mert a figyelem által az igében levő erő, üzenet, az igében levő valóság, az igében levő szellem, az be tud hatolni a lényedbe. Tehát a figyelem nem csak arra vonatkozik, hogy megértsd az eszeddel, hanem a figyelem arra vonatkozik, hogy a benne levő tartalom, a szóban, a beszédben levő tartalom átjöjjön az embernek a lényébe. És itt azt mondja Isten igéje, hogy figyelj a szavaimra. Hogy amikor érzel, tapasztalsz tünetet, akkor is az Isten igéjére figyelj. És ha egy küzdelembe vagy benne, egy hitharcba vagy benne, egy betegséggel küzdesz, akkor újra és újra hallgasd meg ezt az üzenetet, hogy a figyelmedet újra és újra ne a kígyó marásokon legyen rajta, hanem a figyelmed az átjöjjön az Isten igéjére. És utána azt mondja Isten szelleme Dávidon keresztül, hogy az én beszédeimre hajtsd a füledet. Látod most is, hogy itt vagy, és hallgatod az Istennek a beszédét, és figyelsz az Istennek a beszédére. Ezt újra és újra az ember megerősíti a szívét, a bensejét, hogy ne vegye el a betegség, a fájdalom, amit tapasztal, amit éppen most átmegy az ember, hogy levegye erről a figyelmét, hanem újra és újra egy meggyőződéssé tudjon válni benne a valóság, hogy egy meggyőződést hozzon a lényébe belül az embernek, hogy igen, ez Isten igéje, ezt megteszi az életembe, Isten igéjét, Isten igéje hordozza azt a szabadító erőt, azt a csodatevő erőt, amin most ebben a helyzetben, amiben benne vagyok, bele tud avatkozni, és csodát tud tenni az életembe. És utána azt mondja, mert ezért hallgatjuk újra és újra az Isten igéjét, hogy a kételyeket, a kételkedést, a hitetlenséget, meg ilyen dolgokat, amivel a testünk reagál, amit a testünk hoz létre, amit a testünknek a tapasztalata, a tünetek, a betegségek hoznak létre, mert ez folyamatosan hozza elő, és ebbe felőrlődünk, el tudjuk veszíteni a hitünket, hogyha sokáig küzdünk dolgokkal, és ezért Isten azt akarja, hogy hallgassuk újra és újra, hallgassuk az Isten igéjét, hogy egy mély, tehát egy mélyen egy bizonyosságot hozzon létre bennünk, és egy stabil, szilárd, belső hozzáállást hozzon létre a szívünkben. És azt mondja, a beszédeimre hajtsd a füledet, ne távozzanak el a te szemeidtől. Tehát mit mond ezzel? Az, hogy az embernek a képzelet világába legyen benne, hogy azért, mert a betegség, a tünet létrehoz dolgokat, létrehoz érzelmeket bennünk, elgyengíti a testünket, képzeletünket is a szemünk előtt. Tehát van, amikor úgy támad a betegség, már elképzeli az ember, hogy temetik el, hogy kerül kórházba, hogy van lélegeztetőgépen, vagy műtéten. Tehát a képzeletét is, tehát a betegség az olyan, hogy az embernek a képzeletét is megragadja, és mert a látás, ami létrejön a képzeletébe, azt fogja várni az ember. És ezért jön létre félelem, mert a félelem is egy várakozás igazából,
azzal kapcsolatban, ami képzelet létrejött az emberben, amit a betegség létrehozott. És ezért mondja itt az Isten igéje, hogy a képzeletünket ne adjuk át a betegségnek. Hogy az elménk megújulása által, és amit hallgatunk az Isten igéből, azt képzeljük el. Tehát, hogy például most mondok valamit, hogy azt képzeld el, hogy az unokáiddal fogsz sétálni, és egészséges leszel. De ne azt képzeld el, hogy éppen temetnek, és hogy fognak sírni és gyászolni a hozzátartozóid, a szeretteid. Hanem képzeld el azt, hogy mondjuk ha az ágyba fekszel, és hogy mondjuk egy feleség, vagy egy anya, hogy fel fogsz majd kelni, és főzni fogsz, és a kedvenc ételedet megfőzöd. És ez az állapot nem egyre rosszabb lesz, hanem a szemed előtt legyen, tehát erre így tanít bennünket az ige, és ez nem New Age meg ilyenek, hanem ezt Isten igéje tanítja, hogy ne távozzanak el a te szemeidtől. Tehát azok a kijelentések, az az evangélium, amit létrehozott Isten Jézus Krisztus által a Földön, és amit üzen nekünk, azt a képzeletünkbe is építsük be, hogy a szemünk előtt legyen az, hogy igen, az a duzzanat, az a daganat, az anélkül lesz a testem, vagy az a láz nélkül fogok élni, és a láz nélkül fogok sétálni, és kedvenc tevékenységemet fogom tenni, és újra tudok járni, és elképzelem, hogy járok. Értitek? Tehát, hogy legyen ott a képzeletünket is, hogy ne úgy legyen, hogy én hiszek, hogy Jézus Krisztus mit tett értem, de közben a betegség a képzeletemet viszont már uralkodik rajta, mert így nem fog működni. Tehát ezért tanítja az Isten igéje azt, hogy a képzeletemet is adjam át az Isten igéjének, és ne a betegségnek, és ne annak, amit a betegség akar létrehozni, hanem a képzeletemet az Isten igének az igazságához igazítsam. És ha Isten igéje azt mondja, hogy kiküldi a beszédét, és a benne a beszédében ott van a csodatevő erő, akkor igenis azt várja el tőlem Isten, hogy elképzeljem azt, hogy egészséges vagyok, és egészségesen elmegyek dolgozni, és egészségesen fogom csinálni azokat a tevékenységeket, amit addig is csináltam. Tehát én ezt nyomatékosítani szeretném az életetekbe, hogy a képzelet világotokat ne engedjétek át a sátánnak, és ne engedjük át a sátánnak, hanem az Istennek. Igen, képzeld el azt, hogy fájdalom nélkül is tudsz lenni. Mert hiszen csak mondok valamit, mi a fájdalom, vagy mi a tünet? Az a testednek a jelzése, de belül a szellemed, a benső embered, az nem tapasztalja ezt a fájdalmat. Az csak az érzelmeiden keresztül, a lelkedben érzed ezt. És a testedben nyilván. De a belső ember a szellemi bennünk. És a szellemed nem érzi azt a fájdalmat. Tehát akkor igenis el tudod képzelni, hogy van olyan, hogy fájdalom nélkül fogod élni az életedet, és el fog tűnni az a fájdalom az életedből, és az a tünet el fog tűnni. Nem azért, mert olyan jól elképzelem, hanem azért, mert Jézus Krisztus hordozta a betegségeinket, és viselte a fájdalmainkat. Ha ő viselte, nekünk nem kell viselni, akkor jogtalan annak a fájdalomnak a jelenléte a testemben. És akkor innentől kezdve lezárom a fájdalommal szembe azt, hogy akár érzem, akár nem érzem, akkor sincs joga hozzám és hozzád. Tehát itt erről beszél az Isten igéje, és nézzétek, azt mondja, tartsd meg ezeket a te elmédben, eredetiben a héber nyelvben, Az szerepel itt, hogy ezeket erősen tartsd meg a szíved közepében. Tehát
Tehát ne az legyen, hogy ingoványos, hogy amikor érzem a tünetet, akkor mégse csinált Isten semmit az életembe. Ha éppen jól vagyok, akkor meg az van, hogy de jó, meggyógyultam, semmi bajom nincs. Tehát ne ebbe az ingoványba legyünk benne, hogy éppen ahogy amit érzünk, az úgy gondolkodunk, hanem azt mondja Isten igéje, hogy ezt őrizd és tartsd meg a szívednek a közepén. Se jobbra, se balra. A közepén tartsd meg ezt. És stabilan tartsd ezt. És figyeljetek, mi történik? Azt mondja, mert életük ezek azoknak, akik megnyerik. Látod, így tudod megnyerni az igét. Így tudod átvenni az igében levő életet, csodatevő erőt, a benne levő szellemet, így tud átjönni a mi életünkbe, hogy azt mondja, hogy megnyerjük, azt mondja, életük azoknak. Látod, az Isten igében élet van. Látod, erről beszél Jézus, hogy az én beszédem élet és szellem. Az Isten beszédében élet van. Az Isten beszédében szellem van. Az Isten beszédében erő van. Csodatevő erő van benne az Isten beszédében. És azt mondja, ezt meg kell nyernünk. Tehát úgyis ott van benne, ha mi hiszünk ebbe, vagy nem hiszünk benne. Úgyis benne van az Isten igéjében a csodatevő erő, hogy megnyertem azt, vagy nem nyertem meg azt. Úgyis benne van, nem tőlem függ, hanem az Isten beszédében amúgy is benne van a szellem, az élet, a csodatevő erő. Itt az a kérdés, hogy az igében levő erő hogy tud átjönni az én életemben, hogy tudom megnyerni. És látjátok, ezzel kapcsolatban mondta, hogy figyelek az ő beszédére, hallgatom az ő beszédét, a szemeim előtt vannak, tehát a képzeletvilágomban is az van benne, megőrzöm, tehát még akkor is, hogyha mást mondanak a tünetek, meg ilyen dolgok, megőrzöm, és azt mondja itt az Isten igéje, hogy így a benne levő élet és erő az átjön az én életembe, és az én fizikai testembe. És nézd meg, hogy fejezi be. Azt mondja, életük ezek azoknak, akik megnyerik, és figyeljetek, az egész testüknek orvosság, egészség. Tehát mit mondott itt az Isten igéje? Mit nyilatkoztat ki? Megint egy csoda dolgot, ami természetes ésszel azt mondanánk, hogy hülyeség. Azt mondja, hogy az Isten igéjében levő valóság, erő, szellem és élet az egész testünknek, a lábunk talpától a fejünk búbjáig, minden szervre, ami csak benne van a testünkben, azt mondja, az egész testünknek egészség és gyógyulás. Tehát az Isten igéje gyógyító, erő, kenet, hatalom, élet és szellem van benne, és ahogy ezt befogadjuk, elkezd a szervezetünknek a legapróbb részébe, a sejtjeinkbe, sőt, nem hogy a sejtjeinkbe, még a sejten belül a molekuláinkba valahogy behatol az Isten igéje. Zsidókhoz írt levélben. Mit mond Pál apostol? Azt mondja, az Isten igéje, azt mondja, élő, élet van benne. Látja, ugyanezt mondja, mint a példabeszédek könyvében. Az Isten igéjében élet van benne, élő az Isten igéje, az él. Az hiába van lekódolva betűkkel, és nekünk van, amikor azt mondod, unalmas az ige, nem értjük. Az ige mindig tele van élettel. És hogyha be tudunk jönni, át tudjuk venni ezt, akkor a benne levő élet és a hatás, amit mond a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. verszak, azt mondja, az Istennek a beszéde élő és ható. Tehát hat.
működik, energia van benne, az van eredetiben. Energia van benne. Energia. Élet és energia van benne. A betegség elveszi az embernek az élet erejét. Legyengül az ember. De az Isten igéje tele van élet energiával. És azt mondja, hogy élesebb minden kétélű fegyvernél, azt mondja, behatol és elhatol a szellemnek és a léleknek a megoszlásáig, és most figyeljetek, azt mondja, az izületeknek és a velőknek a megoszlásáig. És utána azt mondja, behatol és megítéli a gondolatokat és a szív indulatait. Tehát mit mond itt Pál apostol? Azt mondja, hogy az Isten igéjében olyan életerő és olyan életenergia van benne, hogy hatol, be tud hatolni az embernek a fizikai testébe, izületek, tehát először, ugye, ahogy mondja Pál apostol, a szellemébe behatol, és elválaszza a lelkétől, de a lelkébe is behatol, hiszen a gondolatokat megítéli, behatol a szívébe az embernek az Isten igéje, és azt mondja, behatol az izületekbe, a csontokba, áthatol a csontokon, és azt mondja, a velőkbe behatol. Tehát az Isten igéje képes, és megvan benne az az energia, az az erő, hogy a molekulákat, a sejtjeinknek a molekuláiba, fehérjeibe, amiből felépül igazából a szervezetünk, hogy azt valahogy egy élettel ajándékozza meg, csodatevő erőt vigyen bele a sejtjeinknek a molekuláiba, fehérjeibe és mindenféle dolgába, megújítsa a működését, és minden rendellenességet le tudjon választani az emberről, és a sejtjeinken belüli munkára arra tudja sarkalni a sejtjeinket, hogy jó sejteket termeljenek, vagy hozzanak létre, másolódjanak, vagy olyan anyagokat szabadít fel az immunrendszerünkbe, ami gyógyulást és szabadulást hoz létre az életünkbe. Ez benne van az Istennek az igéjében. Benne van az Isten szavában. Ahogy mondja Pál apostol a római levélben, hogy az csodatevő erő van benne az evangéliumban, és ráadásul Isten ezt a hívőknek az életébe szabadulásra akarja működtetni és felhasználni. Tehát nagyon fontos ez, hogy az Isten igéje erő és hatalom legyen. És befejezésül, igazából ezt csak bevezetésnek akartam volna mondani, de hát már eltelt az idő, és befejezésül a 2 Mózes 23-ból a 25. verszakot szeretném felolvasni, és a 26. verszakot. Nézzétek meg, itt azt mondja Isten igéje, azt mondja 23, 25, 26, azt mondja, és szolgáljátok az Urat, a ti isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és a vizedet. Tehát a gondoskodása, Isten gondviselése ott lesz az életedben, ha szolgálod az Urat. És nézd meg, hogy mit mond. Eltávolítom ti közületek a nyavaját, a betegséget. Isten meg akar gyógyítani téged. Isten eltávolítja azt a nyavaját, azt a betegséget, ami most ott van az életedben. Isten eltávolítja azokat a tüneteket és azokat a fájdalmakat, amiket most tapasztalsz. Isten leveszi ezt rólad. És nézd meg, azt mondja, 23. verszakban azt mondja Isten igéje, napjaid számát teljessé teszem. Látod, te ezt lásd magadon, ezt lásd magaddal kapcsolatban, hogy a napjaid számát teljessé teszi az Úr. Nem idő előtt fogsz meghalni, nem idő előtt fogod befejezni az életedet, hanem Isten gondoskodik arról,
és gondoskodott arról, hogy eltávolítja a betegséget, és eltávolítja a nyavaját az életedről, és a napjaid számát teljessé fogja tenni. Köszönöm, hogy figyeltetek, hogy hallgattatok, itt voltatok velem. Fogom folytatni, ha Isten is úgy akarja, akkor fogom folytatni ezt a témát, és én azt kívánom az életetekbe, hogy Istennek az ereje, csodatevő ereje hatoljon be a testedbe, a testetekbe, és most így imádkozok, értetek, mennyei Atyám, Jézus Krisztus nevében, kérlek, hogy jöjj a hallgatóknak, a nézőknek az életébe, családtagjaik életébe. Uram, Te vagy az az Isten, aki belerejtetted a csodatevő erődet az evangéliumba, az Istennek a szavába, beszédébe. És most kérlek, a názáreti Jézus nevében hatolj be ezzel az erővel, hatalommal a nézőknek az életébe, testébe, és Te látod, milyen betegségekkel küzdenek, milyen tünetek vannak bennük, és miket tapasztalnak, és az ördögnek a munkáit az életükbe, a testükbe. És most a názáreti Jézus Krisztus nevében, Uram, a Te kegyelmedből hatolj be a csodatevő erőddel, gyógyító erőddel az ő testükbe. Hozd ki őket a betegségből, a betegség állapotából, és Jézus Krisztus nevében rombold le a gyulladásokat a testükbe, rombold le a vírusokat, Covid vírusnak a tevékenységét a testükbe, a názáreti Jézus nevében rosszul léteket, gyengeségeket, erőtlenségeket, rombolj le szívbetegségeket, rombolj le tüdőbetegségeket, Jézus nevében alsó-felső légúti betegségeket, megbetegedéseket, rombolj le az életükben, csontbetegségeket, rombolj le, kérlek, a szerveiket, állítsd helyre a Jézus Krisztus nevében. Gyógyulj meg és legyél egészséges. Jézus Krisztus elhordozta a betegségeidet, Jézus Krisztus hordozta a fájdalmaidat, ezért fájdalom Jézus nevében hagyd el. Erőtlenség, gyengeség Jézus nevében hagyd el. És Te pedig legyél áldott, legyél egészséges és szabadító erő, töltse be most a testedet, és teljesen egészséges és gyógyult legyél a Jézus nevében. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy itt voltatok velem, szép estét, jó estét kívánok nektek, sziasztok!